köszöntöm nézőinket, hamarosan kezdődik a Városházán az eredményes sportoló köszöntése. Szepesi Tiborral, Karcagi Sportegyüttes vezetőjével beszélgettünk. Így gyorsan megszámoltuk a mezek színében, hogy 8. alkalommal kerül sor erre a rendezvényre. Honnan jött az ötlet? 2006-ban Karcagváros önkormányzat sportbizottsága döntött úgy, hogy az eredményesen szereplő karcagi sportolók, és ez legyen szó a Karcagi Sportegyesület versenyzőiről, más sportegyesületek, diák sportegyesületek versenyzőiről, vagy diák sportban kimagasló eredményt nyújtó versenyzőkről, és itt elsősorban azt is meghatározta, hogy országos versenyen első 6 helyezett eredményt elért versenyzőkről van szó. Mindenképpen köszönteni illik, hiszen ők olyan eredményt értek el, úgy öregbítették Karcagváros hírnevét, amely azt gondolom én is, így utólag is, hogy megérdemli azt, hogy köszöntve legyenek. Itt a pólók számából, meg a serlegek számából ítélve gondolom, hogy most is rengeteg sportoló lesz köszöntve, csak diákok vagy a felnőttek is. Nincs kitétel, ugye? Egyetlen kitétel van, hogy országos, illetve nemzeti bajnokságban, országos nemzeti bajnokságban szereplő egyéni, illetve csapatversenyzőkről van szó. Az, hogy milyen korosztályban, milyen sportágban, a sportágon belül esetleg milyen belső bontásban érte el ezt az eredményt, itt nincs semmiféle megkötés. A sportegyesületen belül hány szakosztály működik jelenleg? A sportegyesületen belül 14 szakosztály működik, de hozzá kell tennem azt, hogy a diásportban rengeteg olyan verseny van, amely egy-egy sportágon belül alábontásra került. Például a kosárlabdában ugye van igazolt versenyzők részére, amatőr versenyzők részére, úgynevezett B33, ahol egy palánkra úgynevezett streetball játék van, de mondhatnám a labdarúgást, a kispályás labdarúgást, a strandlabdarúgást, tehát nagyon sok olyan sportág van, hál' Istennek, ahol eredményesen szerepelnek karcagi diákok, sportolók, felnőttek is, és egészen picit is az ember. És akkor, hogy elmond, ez több száz embert jelent, vagy gyermeket, diákot jelent. Mit várhatunk, mi lesz a mai napon? Tehát láttuk, hogy a művészeti iskolások is készülnek, mondom, lesz egy ünnepi műsor is. Így van. Azt mindenképp el kell mondani, hogy minden évben 100 fölött van azoknak a száma, akik egy-egy ilyen alkalommal köszöntésre kerülnek, sportolók, és természetesen nagyon fontos elmondani, hogy a felkészítők, a testnevelők, az edzők, akik egy-egy ilyen eredmény mögött állnak, ők is nagy számban kerülnek köszöntésre, hiszen körülbelül 25-30 olyan testnevelő edző van, aki segíti a versenyzőinket a felkészülésben. A mai napon igen, azt gondolom, hogy sportolóinkat ünnepeljük, tehát ehhez méltóan egy kis ünnepi műsorral készültünk. Én azt kívánom, hogy jövőre is legalább ugyanennyi, vagy még több eredményes sportolót tudjunk köszönteni. Bízom benne, hogy sokkal többen lesznek évről évre. Köszönöm szépen. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Karcagi Sportegyesület elnökeként gratulált és adta át a pólót a diákoknak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a sportegyesület és a város részéről is. Sikeres év van a karcagi sportolók mögött, hiszen jó néhány nemzetközi országos első, illetve további eredményes helyezés mutatja azt, hogy egy komoly háttérrel rendelkező sportélet van a városban. Nekünk a sportegyesület vezetésének az a célunk, hogy lehetőleg minél több sportágban legyen meg a lehetőség arra, hogy a karcagi gyermekek, fiatalok tudjanak indulni, tudják edzeni a testüket, erősíteni a lelküket. Ehhez egy jó alap a állami sportfinanszírozási rendszernek az újra alakítása, ami lehetővé tette, hogy a mindennapos pénzügyi gondoktól szabaduljanak az egyesületek, és így a sportra, a szakmai munkára összpontosítsanak. Én annak is örülök, hogy öltöző épül a városban, és ami nagyon fontos, hogy olyan új uszodánk van, amit országosan is megirigyelhetnek, világszínvonalú. Éljünk a lehetőséggel, tanuljon meg mindenki úszni, az életkortól független, és használjuk ki azt a kiváló komfortot, amit a karcagi kis fürdő nyújt. Az úszóversenyen már beszélgettünk arról, hogy a diákok ingyenes úszás oktatásához hozzájárul a kormány. Azt gondolom, hogy ez a szülőknek is egy nagy segítség. A szülőket is tehermentesíti, és az a biztonság, amit az jelent, hogy egy gyermek tud úszni, az szerintem nagyon fontos, hogyha elengedjük nyaralni, pihenni valamilyen táborba a gyermeket, de általában a sport azért egy testedző hatású, egy állóképességet ad. Ez a mindennapi testnevelésnél is egy fontos célkitűzés volt, és azért most láttam, hogy itt
kifejezetten a jó testfelépítésű, sűrű kun gyerekek, meg az elég erős megyecskék is voltak, tehát a kisebb korosztály elevensége mellett ez az erő, ez azért megjelent, ez a tartás, ez jól látható volt. Én azt kívánom, hogy hasonló szép eredményekről számolhassunk be még a KSE 14 szakosztályában a jövőben is. Köszönöm, hát azon leszünk, és szeretném megköszönni mindenkinek, versenyzőknek, gyermekeknek, az edzőknek, a szülőknek, akik segítik őket, testnevelőknek, az önkormányzatnak, minden szereplőnek, vállalkozóknak, akik részesek ebben az eredményes esztendőben, számítunk rájuk a jövőben is. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dobos László polgármester úr zárszavában gratulált a versenyzőknek és a felkészítőinknek, és elmondta, hiszen itt a fiatalok nem tudják, hogy ön is testnevelőként dolgozott több mint két évtizeden át. Gondolom, hogy amikor a saját versenyzőjét izgult, az is egy nagyon ilyen felzaklatott állapot volt, de ilyenkor ez más öröm, amikor beszámolhatunk arról, hogy ilyen sok eredményes sportoló van városunkban. Hát ez egy óriási öröm és büszkeség számomra, és jó végignézni itt a sorokon, és jó látni az, hogy ebben az évben is több mint 120 fiatal sportolót, versenyzőt tudtunk köszönteni, mégpedig lenne olyan eredményes versenyzőket, akik valóban az első hat hely, országos hat hely valamelyikét szerezték meg. Ez óriási eredmény. Ebben a városban, ebben a kisvárosban ennyi tehetséges sportolót kinevelni roppant nehéz feladat. Ez viszont azt mutatja, hogy a testnevelés és a sport értő kezekben van ebben a városban, jó munkát végeznek az intézményben dolgozó testnevelők, edzők, szakvezetők, menedzserek, mindazok, akik segítik, támogatják a fiataloknak a fejlődését a sport területén. Azt hiszem, hogy az is példa érdekű, hogy az önkormányzat és a sportegyesület köszönti, és ezzel is megköszöni ezt, amit ön is mondott, ezt a sok felkészülést, hiszen a környéken ez nem nagyon jellemző más településen. Hát azt nem tudom, hogy mennyire jellemző más településen, mi kötelességünknek érezzük azt, hogy azt a munkát, amit mind a versenyzők, mind a említett felkészítők, illetve a szülők, hiszen ők is óriási segítséget nyújtanak a gyermek fejlődéséhez, végeznek, és ezt kutya kötelességünknek érezzük megköszönni, hiszen nem lehetünk eléggé hálásak azért az elvégzett munkáért, aminek az eredményét láthattuk itt a mai napon. Én azt kívánom, hogy ön is mondta, hogy ez az asztal ne legyen legközelebb elég, hanem még hozzunk be pótasztalt, hiszen az azt jelenti, hogy akkor esetleg 200 diák is sikeres volt ebben a tanévben. Én hasonló szép eredményeket kívánok erre az évre magunknak is, hiszen ez a város hírnevét is öregbíti. Köszönöm szépen. Meg fogjuk oldani technikailag, hogy hova tegyük a következő években azokat a pólókat, amiket szintén kioszthatunk, és én biztos vagyok abban, hogy ha lesz is eltérés, de körülbelül ebben a számban fogjuk tudni köszönteni jövőre, azt követően is a versenyzőket. Én kitartást, sok erőt kívánok mind a fiataloknak, mind azoknak, akiknek a munkája benne van ebben az eredményben. Én pedig jó szurkolást kívánok önnek, hiszen azért nagyon sok sportrendezvényen találkozunk, ahol szurkolóként is ott szurkol és tapsol a csapatoknak. Hát örülnék, hogyha még többre mehetnék el természetesen, hiszen ez az olyan jellegű kikapcsolódás, ami valóban nem csak nosztalgiát, a nosztalgia miatt van bennem, hanem azért, mert tényleg szeretek ezekre a rendezvényekre járni, szerettem világ életemben, örülök, hogyha ott lehetek bármilyen sportrendezvényem. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!